Na, hellóztak, szóval itt is még egy újabb rigrófos epizóddal, és hát akkor kezdjünk is bele a nagy projektbe, amit már oly régóta szeretnénk elkészíteni, az Alfheim portált, ugyanis mostanra már minden összetevője adott hozzá, mindent meg tudunk szerezni, amiből ugye el tudjuk készíteni, viszont elsősorban ezelőtt még gyorsan nézzük rá itt a manapóra, hogy ugye mennyi manát sikerült szereznie itt a részek között. Ó, oh, hát ez már megint szinte teli van, ez nagyon remek, ugyanis már a részek között is egy jó párszor szóval teljesen megtelt, úgyhogy készítettem is egy pár terasztil, de hát akkor most is kifér belőle, legalább hát kettő. Úgyhogy szépen ezeket rá is dobálom, ugye minél több teraszti annál jobb. 12 már össze is zsűlt, de valószínűleg szükségünk lesz még ennél egy kicsit többre, hogy teljes szetet szeretnénk kihozni belőle. Úgyhogy lehet, hogy ebben a részben még nem, de reméljük a következőre már lesz elég ahhoz, hogy, hogy hát egy teljes szetet is ki tudjunk és mindenféle kellékekkel hozni belőle. Szóval igazából gyorsan akkor neki is látok hát felhasználni ezeket a most megszerzett terrasztileket, a stíleket. Hát elsősorban elkészíteni egy ilyen Elven Gateway, vagy nem is tudom mi volt a neve. Igen, egy Elven Gateway kort. hogy ez lesz az Elf az alapja. És ó, úgy hallom, hogy közben elkészült a háttérben még egy csodálatos terraszín, akkor mert is rá a következő. Hoppá, mindig sikerül egyet mellé dobni. Na, oké. Okay. Mert lehet, hogy ehhez egy kicsit kevés lesz a mana, de minden esetre tudunk még rátenni, Igen, ez már is nem lesz elég. Itt van a -e. kicsit ebben a manatab. Igen, közben a manatabletünket is elkezdtem töltögetni, mert tényleg rengeteg manát sikerült az elmúlt időben összeszednünk. Ezekkel a, ezekkel a jó kis vizes növényekkel. Na, de minden esetre, akkor, hogyha ameddig ez itt készül, én szépen bennek is hát építem, vagy hát készítem a portál további részeit. Kell három darab ilyen glimmering Living Wood is mellé. Ez abban semmi különös a elkészítése. Tehát az egyik legolcsóbb összetevője. És ha jól tudom, akkor még valamit kell, talán a monopálonokat kellett igen tovább fejleszteni, amihez szintén kéne egy kis teraszt, én megnézem. Pálon, itt is van Nature vagy Natura pylon, Igen, hát akkor ez mégis csak vissza kell mennünk ide a házba, ugyanis egy kis árfendet is szerezünk -e. hozzá, szerencsére ugye van blazünk, van Enderpearlünk, szóval van gyakorlatilag ezzel Eye of enderünk is. Úgyhogy, hogyha meg is van a kettő, remélem, hogy még pont ki fog férni a jó kis Terrasztil Negetekből. a Pylon fejlesztés is, nézzük csak meg. Mm, nem is tudom, igen, szóval itt van a Pylon. Azt hiszem, ez kellett így fölé tenni. Igen, és pont ki is fér bőle, nem kell egy újabb Terrasztilt ehhez felhasználunk, úgyhogy gyakorlatilag egy Terrasztilből már ki is jön egy teljes Hát ilyen alfheim portál, vagy hát ilyen elf portál. Szóval ez tök jó. Na most akkor ezeket ide gyorsan visszapakolom, és hát igen, most egy kicsit ezzel leszívta a manánkat, de már szép lendőt és sebességet termődik is vissza. Na, szóval minden esetre akkor, hogyha ugye visszatér ugye újra ide a portálhoz, valahová ide kéne elhelyezni, mindjárt le is teszem. Ugye itt lehet a Lexika, botani botaniában így vizualizálni a dolgot, szóval, hogy erre a komoly rákat akkor szépen ez itt megjelenik, és hát így el tudjátok könnyebben kicsit képzelni a térben, hogy hova helyezzétek el. Nekem mondjuk például itt jó is lesz, elég nagy, nagy ez a dolog, de hát megéri, hiszen ennek segítségével tudunk majd most mindjárt elementiumokhoz jutni, ami egyébként nem olyan értékes, mint a terasztil, de azért az sem egy rossz dolog, szóval nem mártyos, ezeket a virágokat ledobálom. Jó, most már nincs egy kutba, és akkor is kezdhetjük építeni. Szóval minden meg a hozzá, két manapul, tetejükre a pylonok, óvatosan próbálom rátenni, nehogy esetleg mellé tegyem. Oké, okay. és hát akkor többit cucc hozzá. Majd ezeket, ezeket innen leszedem. Jó, így. Csak ugye, hogy a szélére is tudjak tenni. Jöhetnek a glimmeringek. Na, még kell egy felülre. És ezt is ugyanilyen módon végpakolgatom. Na most oda, hogy menjek fel. Talán innen a pályáról, na. Sűrű. Tök jó ez a dupla utás egyik leghasznosabb item. Ez az öv. Jó, emek ezt innen a széléről lebontjuk. Másikat is. És most már csak a kor kell középre. És structure completed. Na, sikerült is megépítenünk. Na most ugye ez a portál annyit tud, hogyha ezt is feltöltjük gyorsan manával. És egy mana tablet. Szóval, ha ezt feltöltjük manával, akkor ugye be tudjuk indítani ezt a portát, mondjuk nem tudom, mennyi mana kell hozzá, igazából minél kevesebbet szeretné tenni, ugye amikor ez működik, akkor folyamatosan használja én a manát, úgyhogy éppen csak annyit szeretnék betenni, amennyi ideig most szeretnénk használni. Szóval össz összességében ez a portál, hogyha mindjárt beindul, mert mennyi elég, mondjuk ez még talán kicsit teszek. Na, és került, vajon? Ja, most már az jó. Jobb, és azt hiszem erre kell a korra jobb klikkelni, vagy nem is tudom már pontosan, hogy volt ennyi mana, minden esetre már bőven elég hozzá. Na nézzük. Ó igen, sikerült is ezzel beindítani, és hát egy achievement. Természetesen, hát ez aztán tényleg egy nagy mérföldkő, és hát itt is van a portálunk. Na most ugye ez a portál öm, alapesetben ugye azt tudja, hogy nem lehet rajta sajnos átmenni egy másik dimenzióba, viszont, tehát ugye belállunk, akkor nem, nem teleportál el minket sajnos, de viszont lehet kereskedni a túloldalon lévő elfekkel vele. Méghozzá, hogy vannak ilyen speciális itemek, amik itt ebben a ládában is vannak, mert ezeket egy magamnak. Ezeket, hogyha átdobáljuk, mondjuk pontosabban az üveget előtte át kell alakítani mana glass a következő módon. Ezt ezeket átdobáljuk, akkor átcserélik az elf világban lévő hát ilyen item formájukra, például ilyen Alfheim class amit majd szintén kraftvárosokhoz fel tudunk használni. Ilyen például a mana pearl is, nézzük csak meg, és igen, ebből ezekből ilyen furcsa, dragon stone-szerű por dolog jön ki. Szintén egyébként egy érdekes kraftolás lesz, de ugyanúgy a kvarcot is, kvarcból is van egy csomó ugye a nedőrben. szóval ezt is, ezt is át tudjuk alakítani enni. és hát ezeket a dolgokat itt még szintén a ládába, úgyhogy most gyorsan mindent átdobálok, amit csak lehet. Na ezekből lesznek a dragonstone ugye a gyémántokból, a van a gyémántból, és az, ugye az szintén nagyon fontos, a manasztérből pedig, apá, <laughs> szóval a manasztérből pedig az elementium, mondjuk most nem akarom beledobni az összes monasztíremet, csak ugye 32, de hát azt kell tudni róla, hogy két manasztért lesz egy elementium, tehát kaptunk most 16-ot belőle, de ugye ezen kívül még lehet több, sok minden mást is bedobni, például ilyen living woodokat, ugye ezekből lesznek a trim woodok, oké, -ok. okay, és hát ugye living rockokat is, azokból pedig a sky stone -ok. ebből lehet, hogy egy kicsit többet is kéne betenni, ugyanis ebből is viszonylag keveset ad, de nem baj, majd maximum később csinálunk még, hogyha ha kevés lesz, és hát ugye living Wood twigeket is remélem, bár most nem vagyok biztos. Na, nem akarsz kidobni valamit érted egy cserébe? remélem. Nem, nem, bár nagyon úgy tűnik, hogy ezt lehet, hogy mégsem kellett viszont nem tudom, hogyan lehet ilyen Dreamwood twiget előállítani. Valahol, Te jó, én nem tudom, hol lehet. Nem ezekből a kisima Living Wood twigekből lehet előállítani, hogyha bedobjuk a portába? valami más lesz a kraftolása. Csak meg, ugye itt az elmentünk, nem meg lehet nézni, hogy ugye itt van valahol a portál. Itt is van. Az összes átlakítandó dolog. Á, nem tudom, hol... és nincs közöttük a Living Wood Twig. Na hát, úgy látszik, hogy a két Dreamwoodot kell Jó, hát akkor nem, az egy jó tanulság, akkor nem szabad beledomni a portálokba a Living Wood Twigeket, mert akkor ezeket elnyelik, és hát nem adnak érte semmit, hanem majd így Dreamwood blogból kell késztenünk őket. Jó, oké, okay, ezt most már akkor megjegyeztem. Na ne, ezt nem lehet valahogy kikapcsolni, akkor addig is. Ne használj itt a manát. Bár mondjuk még bele kéne dobnom annyi mana amennyit csak tudok, csak először kéne egy teljes set belőle. Bár ezt valószínűleg nem fogjuk egyszerűen használni, ugyanis azonnal szeretnék egy jobbat készíteni belőle, majd a Terra steel Oké. Okay. Még egy cipő. Jó, meg is van. És hát akkor maradt még 8, akkor ebben még pont 4 elementium ki is jön. Remek és most már lekap, lekapcsolhatjuk a portát, mert szerintem minden olyan dolgot áttrideltünk velük, amit csak, amit csak lehet. Úgyhogy gyorsan még be azért bedobom ide a malasztíles ruhákat, majd átfejleszteni. És az minden megvan hozzá, csak egy kicsit kevés terasztil, és ahogy nézem, Livingwood Twigből lesz még kevés, úgyhogy a ah, valószínűleg majd ki kell készíteni szépen a jó kis uh, hagyományos módszerrel Living Woodokat, és abból ilyen twigeket szerezni. Igen, a más módja sajnos nincs, ahogy itt nézegetem. Csak hát ugye a szokásos, bevált módja itt a, a puredaisy-vel. Ja. Hát akkor maradunk a puredaisy-módszernél, úgyhogy szerintem, mivel ilyet már láttatok bőven eddig is, úgyhogy hát ezt majd gyorsan, akkor addig ki fogom vágni. Neked persze ezt a portát most kikapcsolom. Ne használj itt fölöslegesen manát. És hát akkor ugorhatunk is rögtön oda, hogy folytatjuk is a terasztíraalmak készítést. Na, és akkor ahogy nézem, kész is van egy újabb adag Living Wood, úgyhogy ezt az adagot meg innen kiszedem. És most már ebből kifér egy jó nagy adag, sima, milyen twig, uh, Living Wood twig, amiből aztán tudjuk is folytatni itt rögtön a Steel-nek a terrasztilalmot készítését, meg hát persze más fegyverekét is. Oh, kirendezte ezt így át, legalábbis nem így tettem be, na így még egy ide a másik oldalra, és ezen kívül egy rúnára is szükségünk van még hozzá, viszonylag értékes runákra, de szerencsére ezekből már van nekünk egy pár, úgyhogy ezeket gyorsan akkor magamhoz is veszem, és azt hiszem ehhez talán a számör kellett, á igen itt is van, és még van a legértékesebb darabja a chestplate, úgyhogy ezt fel is veszem, rögtön vasról, terasztire cserélünk, hát ezért ez egy elég nagy, egy ugrás, de Nézzük is csak meg. Át, igen, ez egy kicsit jobban néz ki, és hát sokkal jobb is, maga a ruha. Ugyanis, hogyha szedben készíti az ember, akkor ezeknek van ilyen szed bónuszok, méghozzá nem is akármilyen, mindjárt majd megnézem azokat, és csak először megpróbálok minél több darabját elkészíteni, mint tudom, például egy nadrág, az még úgy egy értékes darab, csak ez nem tudom sajnos melyik rúnak kell, talán a, most tudom, a winter esetleg, nem, akkor, akkor nem tudom melyiket nem vettem magamhoz, jól sem meg kell nézem. Ja, hát persze az autóm. Tehát ugye az ősz rúna. Hát erre még azért gondolhattam volna. többi uh, armor set darabot sem is tudom most elkészíteni, mert nem lesz hát uh, kellő mennyiségű terra hozzá, de a két fő része megvan. Ezek adják úgyis a védelemnek a nagy részét, úgyhogy tessék, itt is van egy majdnem kész terasztíl uh, armor, és hát ugye itt is van. Hát először is, hogy ezeknek van egy ilyen knockback resistance ami egyébként a többinek, például, például Elementiumnak nincs, de ugye itt el lehet olvasni, hogy ha megvan a teljes szet, akkor 20%-nyival kevesebb manát fognak használni azok a mana eszközök, amiket ugye használunk, és hát mondjuk, ezt nem tudom, hogy pontosan akkor van -e, amikor megvan a teljes szet, vagy már itt a rabonként is ad hozzá, minden esetre majd ez lesz a teljes szetnek az eredménye, amit remélem, hogy már a következő részben el tudunk készíteni. Addig pedig nézzük még pár másik ilyen dolgot, például, amit sokan írtátok, hogy készítsek feltétlenül ilyen terrablédet, na ez nekem régen is egy, egy, kedvenc fegyverem volt, ugye itt is van, kapunk is egy kis acsimentet, hát ugye ez ilyen terráriából inspirált dolog lehet itt is. Annyi különbséggel, hogy van egy olyan szuper tulajdonság, amit tök jó, hogy este, meg ki is tudjuk próbálni. Szóval van egy olyan szuper tulajdonság, hogy egyszerre lehet vele lőni is, nem csak ütni, mondjuk pillanat, na, sikerült is. Szóval nem mindig akkor, mert nem tudom pontosan mit ölsz, mitől, függ az, hogy most éppen tud előni egy csíkot el vagy sem. De hogy ezzel, ugye, hogyha van egy kis manatárolunk, most például nekem itt ez a gyűrű, akkor tud belőle egy ilyen manat csíkot lőni, amit mint látjátok, sebzi az élőnyeket, és nem is gyengén, tehát azért, azért nem egy rossz fegyver ez, hiszen ha most megnézzük például ott egy creeper a távolban, talán három, csapásból, igen, meg is ölni egy creepert, ami azért elég jó, és ezek most különösen jól fognak jönni ezek a fegyverek nekünk itt a, a boss és most jöttünk át a olyan részébe, ahol már ugye a boss -ok is fognak jönni, és hát elég komoly szerepük vagy, ha tovább akarunk jutni, de hát ez a fegyver nagyon alkalmas lesz, hát nézzétek meg, micsoda álom dolog ez, hogyha ilyen messziről tudjuk szét lövöldözni gyakorlatilag a, zombikat egy karddal, ami egyébként is elég sokat sebez. Szóval, hát ez, ez valami nagyon-nagyon szuper dolog igazából tényleg az egyik kedvenc fegyvereim között van. És ja, ami megint jó benne, hogy, hogy ezek úgy, hogy ezek nem használódnak, vagy hát pontosabban használódnak, azt hiszem ezek a dolgok, de szintén manából lehet javítani, szóval szívják le a kis mana gyűrünkbe lévő manát, de cserébe mondjuk regenerálódnak is, tehát javítják magukat, úgyhogy azt tényleg egy jó kis tudsz. De viszont van még egy csomó más ilyen terasztílből készíthető jópofa fegyver vagy eszköz, amiket én most itt el is szeretnék még készíteni, ezen a kardon kívül. Meg hát még egy részét ugye mondom a következő részben. Szóval van itt egy olyan, hogy hm, ez mondjuk kéne nek indák. Szerencsére van itt egy pár nature essence -ünk. ezekből készítek is egy adagot. Egy nem is tudom már mi volt a neve. Még kis eldobható bumerang dolog, szintén van a terráriában, és uh, színen szintén lekraftoltam már régebben is, <kül> itt a, itt a is, meg a Terráriában is, mert ott is egy nagyon jó kis cucc. Uh, rögtön készítek is belőle két adagot, valahogy így van a elkészítése, igen, és pont kijön belőle kettő. Az a jó ezekben, hogy ezek stackelhetők, tehát most egyszerűen négyed is tudok magamnál tartani, és mindjárt keresem megint ellenségeket, kipróbáljam rajtuk nagyon messzire el lehet dobni, ugye az a tulajdonság, hogyha eldobjuk, akkor szépen pattog egy kicsit ott, és aztán visszajön hozzánk, és elközben sebzi az ellenfeleket, méghozzá nem is akárhogy. Az hiszem játékos még mérgezni is tud, bár ebben most nem vagyok biztos, lehet, hogy azt az ónat már kiszedték belőle, de hogy azért ez is egy elég, elég erős fegyver. Így, főleg az, hogy ilyen messziről el tudjuk érni, mondjuk azt nem tudom, hogy visszafelé vajon sebeznek? Most mindjárt meg tudjuk nézni. Nem, sajnos visszafelé nem sebeznek, úgy látszik. Mert nekem, mint rém lett volna olyan is, hogy visszafelé is azért tud sebezni. Legalábbis, legalábbis ugye régen az at trollkodtunk a másik, hogy bementünk egy ilyen házba, és aztán ezeket elkezdtük így dobálni, és össze az épületen belül. most valószínűleg kibágozott egy pár. De ugye hogy össze pattogtak a házon belül, és mindenkit szárás sebeztek. Szóval ez ilyen kis meg talán még effektívebb, mint ott kint. Nagyon-nagyon vicces egy fegyver, és hát tényleg elég sokat tud sebezni. És ebből még készíthetünk egy csomót ráadásul, de hogyha már ugye itt vagyunk, akkor fejleszünk is tovább ezeket a gyűrűket, még több manát tudjanak tárolni magukba, és még több, még gyorsabban és még jobban termeljék a manát számunkra, hiszen most ezekhez az eszközökhöz kelleni fog, de vajon miért nem tudom ezt tovább fejleszteni? Hmm. Lehet, hogy mondjuk teljesen le kell meríteni ezt a manát? Gyűrű csak akkor fejlődik tovább, vagy csak akkor lehet átalakítani? Ja, valószínűleg nagyon úgy néz ki, úgyhogy még megpróbálom ide kiüríteni. A zsír, ebből is ki lehet. Üríteni ide a mana Teszek vele így egy próbát, hát ha. Sikerül, ezt is most megoldani. És ugye nincs benne egy kicsi mana se. És igen, így már tovább is tudjuk fejleszteni. Egy ilyen terra stílezett mana gyűrűvé. Úgyhogy ezek itt megint csak termék nekünk mondjuk. Talán, ilyen, elég nagy mana kényünk van most már egy karakterünknek is. Hiszen a fegyverénk ugye manát használnak. Úgyhogy ezt még egy picit tölteni kéne itt a manapulból. Jó, töltődik. Ja, ja, töltődött egy kicsit, mondjuk lehet, hogy ennél még kicsit több is mehet. Úgyis most van bőven van termelésünk. Na, menjen még egy picit. Szóval, szóval ez ugye majd jó lesz. És nem is tudom, mit akartam még elkészíteni, ami még úgy jól jöhet. Ebből a pár manából, vagy pár terasztilből. Hmm, sok minden érdekesség van itt, de ezeket egyelőre még nem, nem szeretném. Ja, már csak egy terasztél már, szóval... Ó, ez meg az egész manapult. Lehet, hogy akkor majd a terasztél ezeket is folytatjuk a következő részbe, mert hogy ugye most arra nekem ez itt elfogyott, és hát még kéne van, de ez, ez, ezért a fegyverért megérte, és egy creeper még gyakorlásként. Nagyon szuper, tényleg nagyon-nagyon szuper fegyver. Na jó, most viszont akkor gyorsan lepakolok ide, mert ugye most már rengeteg minden cuccot szereztünk itt útközben. Tényleg, ó, oh, mi a fene? Mi ez itt egy torn page? Ezt, ezt honnan kaptam? Valaki dobta, vagy ez ami küldetésért járó jutalom volt? Mert azt kell ez egy Witcher is könyvnek az elkészítéséhez, ami ráadásul mintha értékes is lenne. Hm, nem tudom, ennek talán... talán kéne nézni mégiscsak. Jó, nézzük csak meg. Torn page. Mi, mit, mit ad ki rá? Milyen vannak? Kérdezik, ki hogy milyennek a Torn page pedig a neve? Mit is van. Igen, egy, egy ilyen... Vicsős lehet vele dupl duplikálni. De hogy ez pontosan hogyan készül, hogy mire jó az hogy nem tudom. Egyedül annyira érmények, hogy ez még nem most fog kelleni, mert bonyolult az elkészítése. Na nézzük meg akkor, hogy ugye mit kapunk azért a küldetésért amit most megcsináltuk. Ugye remélem kész van ugye itt ennél a manapájlonos dolog, meg az elportál, na itt van egy másik része, egy lexik a kell készíteni megint, hogy vagy... ugye elfelejtette, hogy van, hm, nem tudom, hát biztos, hogy biztos készítsünk még egy lexikabotaniát botaniat neki, vagy hát nem tudom, nézzük meg, most nem fogadja el, a kezünkben van, jó, akkor nem tudom, visszatobok egy lexika az ez végül semmiből nem áll, ugye csak egy mystical flower, ha jól emlékszek, és egy papír, igen, szóval, szóval nézzük is csak meg, Na hát közben egy kicsit utána néztem, és rájöttem, hogy nem egy új lexika botanyát kell készíteni természetesen, hanem csak be kell dobni az eddiginket a portába, és már vissza is dobták egyébként az elfeg, de így már teljesen is tudjuk a küldetést. Ugyanis ezzel, hogy hát küldjük nekik, az ákról ezt kikapcsolni itt valahogy, akkor frissítik a mi kis lexika botaniánkat, és megjelennek benne új kraftolások, új dolgok, a boszoknak az elérési útvonalai, talán még összeszem új dimenziók is, Um, amivel újra tudunk tovább folytatni nagyobb küldetéseket. Ó, oh, nincs elég Sky Stone unk Akkor viszont lehet, hogy még kéne csinálni Living rockokat. Szóval a lényeg az, hogy most frissítve van a Lexica botanyák, és egy kicsit jobb lett, és hát ennek segítségével elérhetünk új dolgokat majd. Na, kéne egy kis Living. Mi a fele? Ki folyott a vagy mi ez? Na így. Szóval bekapcsolj portál, és készíts nekem még skystone Na, hát ezt és trollkodik velem? Vagy mit csinál? Jó, ja, hogy itt a másikból fogyott el közben. Mm, oké. Okay. Akkor teszünk abból, és még jó, hogy ebből a gyűrűből is lehet így rászólni egy kis manát. Oké, okay, na. Do it. Do it. Itt egy kis hol, itt egy kis living Csinálj még skystone-t. Na, köszönöm. Pontosan még nem tudom, hogy ezt nekünk majd mire kell használni, de biztos jó lesz <kül> valamire. Na. Ezt addig meg lekapcsolni és uh, igen, akkor most már talán ezek kész is van a külletésünk, na ezt is magamhoz Most már van elég skystone is, és kapunk egy, egy kis uh, leszet. Á igen, és ahogy nézem itt már a következő küldetésben elven mana t kell készíteni. Ugye, amiről már beszéltem eddig is, hogy egy jobb, egy fejlettebb mana spreader, amit majd szerintem én is tudom most készíteni, még van bőven idő arra ebben a részben. Úgyhogy ide lepakolom azokat, amik egyedül nem kellenek vagy amiket majd ugye fel kell használnunk, és ja, készíthetjük is el. Ó, mennyi minden jó tudsz. Van itt még Elementiumból, te jó ég közben, hogy itt nézeketem. Ó, van itt ilyen újított Ó, uh, nekem nem tudom ki a de ez, ez, biztos egy fejlettebb kataliszt, és, és igazából minden adott hozzászól, amelynek készítsük el. Biztos ez is ad egy pár új kraftolást, vagy egy új ilyen átváltást, ugye itt a manapólunknál. Na, nézzük is. Csak meg ugye ezt kikeszenünk az előzőt, ugye azt fejlesztjük tovább. Gondolom, hogy az eddigi lehetséges nem vesznek el belőle, szóval azért nem kell félni, csak újjak jelennek meg még hozzá. Na, itt egy pár sima stone, mert ez is a pure daisy köré, és hát megvárjuk, amíg ez is szépen átalakul a living stone-nál, és sajnos kifogytam belőle. Na, és itt is van. Hát ebben most nem készítettem olyan sokat, nincs türelme, most többet kibányászni belőle, egy ilyen 24 gyel, hogy nézem, ezzel be is érem. Hát annyi kell most gyorsan, hogy akkor össze tudjuk belőle tenni itt a fejlesztés, kellő három, ú, azt hiszem, nem, pontosabban 4. living rockot. Igen, és ez a mégis van egy nagyon furcsa zöld színű alchemy katalisztunk. Oké, okay. és ja, szerintem ezzel már mindenki is van. Nézzük meg, hogy mit lehet belőle készíteném, vagy milyen új kraftolások oldódnak fel benne, ha kis kerül no. Na, nem ez. Na, itt is van. Szóval, ó, hogy ezzel már mégis lehet duplázni dolgokat. mondom egy kis manáért cserébe. Például szenet lehet duplázni. húgoljuk na, az hasznos. Meg mindenféle ilyen, ilyen hát kicsit ilyen junk még, még ilyen építő blokkszerű dolgokat lehet duplázgatni vele. Amivel ugye egyébként is sok kell. Az embernek nincs tőleme bányászni, akkor ezeket itt könnyen meg lehet oldani. Még ez nem olyan sok, tehát csak 13 új dolgokat adott bele, de hát ez is valami, és ezt simán el tudtuk készíteni. Akkor <coughs> nézzük csak meg, hogy mit lehet még Elementiumból készíteni, ami még feltétlenül szükségünk lesz. Sok mindenhez kell ez a Gaia Spirit, ami egy boss, na majd azt kell legyőzni. Great Fairy ez nem tudom mit adhat, és nem is írja sajnos. Utána nézhetnék. Ez, ez, még fog kelleni, meg hát ugye itt a, a Dreamwoodból a Mana Spreader, az elven van a spreader. És ennek neki is állok akkor. És hát akkor nézzük is csak meg. Na, arra jutottam időközben, hogy ebből nem lesz elég egy, hanem rögtön készítek hozzá még kettőt, hogy három legyen. Dreamwoodból ugye, persze. Ugyanis olyan sok a mana még így is, hogy ez az egy hiába ilyen szuper erős, meg gyors, meg, meg nagyon sokat tud rakni azért de elég még mindig. Szóval be kell tenni még kettőt ide, hogy küldözgessék a manát, és akkor ezek már többet is tudnak egyszerre küldeni. Ú, meg kellett a kezem. Szóval többet is tudnak egyszerre küldeni, egy gyorsabbak is, és többet is raktároznak. Szóval, amit még ugye itt akartam, ezeket gyorsan lepakolni, és megint megnézni, hogy akkor mit lehet még ilyen elementiumos tokba kihozni. Persze elsősorban itt van a küldetésnél, van a mana dolog. Ó, oh, van egy olyan küldetés, hogy készítsünk egy ilyen Ó, oh, egy teljes animatium szett, tehát pedig ezt pont ki akartam hajni, de akkor úgy látszik, ezt nem tudjuk. Mégis csak elkészítünk annak ellenére, is, hogyha nem fogjuk használni, mert ez egy gyengé, mint a Terra stíl. De érdekesen, nem is emlékeztem, hogy ilyen is kell, meg valami furcsa dolgok, amik már nem tudom, mik lehetnek. Nem mindegy, ezeket szerintem, hogy meglátjuk, vagy megnézzük majd a következő részben. Nekem biztos, hogy újdonságok lesznek, ugyanis tényleg ezek azok a küldetések, amiket amiket én már régebben nem nagyon csinálgattam, mondjuk ezt a kardot még egyre régebben is szerettem, hát ez most is nagyon szuper, de a Gaia nevű bosszról is csak így szóban hallottam, viszont sajnos nekem még nem volt dolgom hozzá, hát most majd akkor így lesz rá a lehetőség, bár állítólag nagyon-nagyon nehéz legyőzni, szóval hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz, bár az valószínűleg még nem a következő részekben, hiszen ahhoz még kell egy jó pár dolog, minden esetre majd valamikor találkozunk, és hát addig is minden jót, és sziasztok! Ja, és most a hétvégén szintén lesz egy kis meglepetés.